hogy a táncművészet mindenképpen az egyetemes színház művészete része. Hát ezt az örökséget hordozzuk, és Vince Balázs, aki 10 évig volt előttem a balettnak az igazgató, és koreográfus is most is, ő is ezt vallja nagyon-nagyon odadóan, tehát úgy gondoljuk, hogy ne váljunk olyan fajta réteg művészetté egy nagyvárosban, nem a fővárosban, sokkal könnyebb, mert ott a közönség válogat, megnéz egy balettet, megnéz egy kortárs előadást, megnéz olyat, ami csak mozgásformából áll, válogat. Itt egy színházban, ebben az egy színházban kell különböző ízléseket magas nyugvonalon kiszolgálni. Témiás helyzetre való tekintettel 5 szombaton át elérhetővé teszi darabjait a Pécsi Balett közönsége számára. A Csipke Rózsika, a Piroska és a Farkas, a Makrancos Hölgy volt eddig látható online térben. Vissza van még az Orpheus és Euridike, valamint a Rómeó és Júlia. A Carmen évek óta sikeresen szerepel repertoárjukon. Kedden a Műpában közönség nélkül streamelt előadást tartanak belőle. Kreatív elemre volt szükség, hogy a videóra felvett óráikat értékelhessék vezetőik. Nehéz előre tervezni ebben a bizonytalan időben, mondja Úrik Teodóra, Kossuth Díjas táncművész koreográfus, a társulat ügyvezetője.